11. alkalommal került megrendezésre a 60. Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet és az Albert Schweitzer Alapítvány nagyszabású jótékonysági bálya 2024. február 10-én. Az esemény helyszínéül idén is a 60. Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Nagy Endre rendezvényterme szolgál. Az idei bál tematikája az 1001 éjszaka meséi köré épült. A szervezők a különleges hangulat megteremtéséről már az érkezésnél gondoskodtak. A vendégeket tűzzsunglőrök fogadták a bejáratnál, üdvözlő italként pedig tradicionális edényből serbetet kínáltak az érkezőknek. A hagyományokhoz híven az est házigazdái, Szentpéteri Eszter és Szebeni István műsorvezetők köszöntötték a vendégeket, majd dr. Stankovics Éva, a 60. kórház főigazgatója nyitotta meg a jótékonysági bált. Beszédében köszönetét fejezte ki a támogatóknak és mindazoknak, akik a térség legnagyobb jótékonysági eseményének létrejöttét segítették. Én már 11. alkalommal gyűltünk össze, és köszönhetjük egymást, köszönhetjük önöket izgatottan és hálával. Izgatottan, mert szeretnénk, ha ma este mindenki nagyon jól érezné magát, és hálával, mert minden pillanatban érezzük ezt a határtalan szeretetet, amit ez a közösség nyújt nekünk. Minden itt helyet foglaló magánszemély, cég támogatta a rendezvényt, támogatta a jótékonysági est célját, ami az idén úgy neveztük el, hogy a betegellátás segítő szolgáltatások fejlesztése, és nem titkoltan idén ez az élelmezési irodánk, a konyhánk fejlesztését célozza meg. A bál kezdetéig a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően, mint minden évben most is már több millió forint összegyűlt, és hát bízunk benne, hogy az est folyamán ez az összeg gyarapodni fog tovább. A térség országgyűlési képviselője Szabó Zsolt, aki az esemény fővédnöke is egyben, a kórház kimagasló színvonalát méltatta, melyhez az immár több mint egy évtizedes múltra visszatekintő jótékonysági bálok adakozó kedvű vendégei is hozzájárultak. Ma mi csapattagok lettünk. Az Albert Schweitzer Kórház csapatát erősítjük. Mindenki, aki eljött, mindenki, aki segítette ezt a munkát, az ma tesz a kórházért. Az, hogy ilyen sokan eljöttek ma ide, azt mutatja, hogy mindenki tudja, hogy tényleg magas színvonalon folyik az ellátás, a betegellátás, az egészségügyi ellátás a 60. kórházba. A magam részéről a szívem röpköd, amikor erre gondolok és hallom ezt a sok jó véleményt. Bármelyikünk, ha csak egy hajszállal segíti a 60. kórházat bármilyen formában, akkor jó helyre teszi a támogatását, jó helyre teszi a segítségét. A köszöntők után színpadi műsor következett. Elsőként Sing Vicky szórakoztatta a közönséget. Az énekesnőt a széles nagyközönség a 2014-es Rising Star-ban ismerhette meg. Az est tematikájához igazodva az 1001 éjszaka showműsor vette kezdetét a színpadon. A több mint 30 éves múltra visszatekintő kreatív parti rendezvényszerviz közreműködésével a Mesés Kelet Társulat kalauzolta el a vendégeket a keleti kultúra színes világába.
vastáncosok káprázatos mozdulatai és a tűzzsonglőrök mutatványai után egy óriás kígyó élett a főszerep. A jó hangulatról tanúskodik, hogy néhányan táncra perdültek már a show műsor alatt is. A tematikához illeszkedő menüsort Bíró Norbert séf receptúrája alapján a kórház élelmezési csoportja készítette el. A vendégek kivétel nélkül elismerően nyilatkoztak az idei bál színvonaláról. Kiváló, kiváló, nagyon szép, gyönyörű, egyszerűen amit beleraktak munkát, mind a kórház dolgozói, illetve a vállalkozók, ahogy megszervezték ezt az egészet, főleg a kórház, illetve az igazgatóasszony, szerintem csodálatos és fantasztikus látvány az egész. Én még nem is voltam ilyen rendezvényen, úgyhogy szuper. Minden évben nagyon szenzációs a hangulat, nagyon szenzációs a díszítés, de ez az idei évi, ez szerintem mindent felülmúlt egyébként, és nagyon dicséretes az, amit a kórház dolgozói egyébként ezért tesznek. Azért azt ugye tudni kell, hogy mi nem egy profi rendezvény szervezők vagyunk, itt a kollégák fogják össze ezeket az eseményeket. Igaz, hogy fellépnek profi műsorral előadó művészek, jönnek segíteni dekorosok, de mind-mind összekoordinálni ezeket a professzionális szakembereket, ezeket mind a saját kollégáink teszik, és ez bizony időigényes munka, úgyhogy ez több, azt lehet mondani, hogy 5-6 hónappal a bál időpontja előtt megkezdődik ez a szervezés. Az idei jótékonysági bál kapcsán több mint 250 helyi és környékbeli támogató magánszemély és vállalkozás mozdult meg, hogy a kórház által nyújtott szolgáltatások színvonala még jobb lehessen. A támogatók jelentős része már évek óta fontosnak tartja az adakozást, ahogyan a füzeséri építő ZRT is. Amikor támogatásról szó esik, ugye akkor két fontos szempont szerint közelítjük meg mindig. Az egyik az, hogy mit és hol támogatunk. Ugye a mit az egészségügy, az nem is kérdés, azt gondolom, a mai világban az egészségügy az egyik olyan kiemelt fontosságú terület, amit szükséges támogatni. És egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy a kórházban dolgozó személyzet és az ő munkájukra egy kicsit az emberek tekintetét, figyelmét odavonzani, hogy az a mindennapi feladat, munka, amit ők egyébként itt ellátnak, az egy micsoda nagyszerű, önzetlen és egy csodálatos dolog, amit értünk tesznek. A következő pedig a hol. Ugye nyilván a 60. kórház, ugye a 60. Albert Schweitzer kórház, ugye lokálisan ez van hozzánk legközelebb, ide tartozunk. Ha nekünk bármilyen betegséggel kapcsolatban ugye az egészségügy felé kell fordulnunk, akkor valószínűleg a 60. kórház lesz az, ahol majd elsődlegesen ugye el fognak minket látni. Magyar Zoltán, a Magyar Tüzép Kft. Tulajdonosa vállalkozó társait is adakozásra bíztatta. Kiváló a kapcsolatom az Albert Schweitzer kórházzal. Tavaly évben már támogattam a kórházat. Úgy érzem, hogy az egészségügy a szívügyem, és mivel kartali lakosként ide is tartozok, ezáltal nem volt kérdés, hogy a 60. kórházat fogjuk támogatni, a legjobb tudásunk meg anyagilag, ameddig bírjuk. Nagyon fontos az egészség, és hogy minél tovább működjön ez a kórház, és azt gondolom, hogy sok ilyen támogató kellene, mint a mi cégünk, a Magyar Tüzép Kft., és mindenkit arra biztatok, és azt szeretném, hogy minél több vállalkozó erélyez mérten támogassa a kórházat. A gyógyintézményt évek óta pénzadományokkal támogatja a felnőtt képzéssel foglalkozó Oktat 60 Kft., amely idén aranyfokozatú támogatóvá lépett elő. Államilag rengeteget fejlődik a kórházunk, de én azt gondolom, hogy a civileknek és azoknak, akik megtehetik, nem csak lehet, hanem szinte kötelességüknek kell, hogy érezzék, hogy támogassák a kórházat. Az, hogy most ebben az évben aranyfokozatúként, tehát a legnagyobb támogatóként jelöltünk meg, ez önmagunknak, nekem is egyfajta célt ad, hiszen szeretnénk, hogy a következő években is hasonlóan tudjuk támogatni. A jó gazdasági év
után természetesen, hogy mi is szívesen adunk, és az is természetes, hogy odaadunk, ahol élünk, ahol vagyunk, és ez a kórház, ez minden tekintetben a vezetése, az összes dolgozója, mindenki megérdemli ezt a támogatást. Én azt gondolom, amikor kapunk, akkor egy kicsit vissza is kell adnunk, meg kell hálálnunk azt a segítséget, amit a támogatóinktól kapunk, és ezért próbálunk ilyen összejöveteleket, rendezvényeket tartani, ahol találkozhatunk és a támogatóinkkal, ahol egy közösséget tudunk építeni a támogatóinkkal. Mondhatom már, hogy baráti támogatókkal, baráti kapcsolatokról beszélhetünk itt. 11. alkalommal szervezik meg a bált. Nagyon magas színvonalon, nagyon sok jelentkező van. Mindig van olyan, aki már nem kap jegyet a végén. És hát látszik a környezet, mennyire szépen földíszítették a program, az este, tehát tényleg egy fölemelő érzés. Az 1001 éjszaka meséi tematikájához kapcsolódóan az est folyamán a kültéri arabsátorban kávézáson vehettek részt az érdeklődők, illetve jótékony célú fotózás is szerepelt a programok közt. Fontosnak tartom, ugye, hogy mint itt dolgozók is részt vegyünk ugye, a BÁL támogatásában. Ugye, a belgyógyászati osztály részéről elég népes számban részt is veszünk minden év során a BÁL-on. Szerintem ugye, ez egy nagyon jó összefogás itt ugye, a környék részéről, hogy ugye, a kórházunkat támogassuk. A mi osztályunknak már volt szerencséje abban, hogy ugye a korábbi támogatás során ugye az osztálynak a komfort szintjét tudjuk növelni. Kaptunk támogatást ugye a beteg bútorzat, ugye az éjjeli szekrényeknek a közbeszerzésére, illetve ezáltal ugye a beteg komfort szintet tudtuk ugye az osztályon növelni. Nagyon sok fejlesztést kapunk az államtól, a fenntartótól, ami az orvos szakmai, a gyógyító szakmai munkát segíti. Ezért ilyenkor most már mi próbálunk olyan területeket fejleszgetni az intézményben, ami egy kicsit ugye a betegeknek a komfort érzetét növeli, amikor a beteg ott tartózkodik nálunk, mik azok, amiket észrevesznek, milyen kényelmes az ágy, milyen a tisztaság, hogy szól hozzám a nővérke, vagy az orvos, vagy éppen milyen az étel, amit naponta többször elém tesznek. Na most mi utóbbira koncentráltunk az idén, és az élelmezési irodánknak az élelmezési csoport eszközfejlesztésére gyűjtöttünk, és oda különböző tálaló eszközökre, különböző melegen tartókra, számos olyan eszközre, ami a beteg élelmezést, a betegeknek az ételtálalást segíti, vagy akár az elkészítését is. Fontos az itt élőknek, az itt élő vállalkozóknak, támogatóknak, hogy ez egy jól működő intézmény legyen, hiszen a gyermekeiket, a szüleiket, akár magukat, és itt látjuk el, itt kapnak egészségügyi ellátást, és nagyon, vagy a munkatársaikat, nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy biztos pont legyen az életükben. A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek örvendett a tombola. 2024-ben közel 6,5 millió forint összértékben rekord tombola nyeremény felajánlás érkezett. Értékes tárgynyeremények, valamint wellness hétvégék is kisorsolásra kerültek. A főnyereményt a több mint 1 millió forint értékű televíziókészüléket a Samsung ZRT ajánlotta föl. A tombolák megvásárlásával a vendégek a jótékonysági bál idei céljához, a betegellátás segítő szolgáltatások fejlesztéséhez járulhattak hozzá. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van bizalom a 60-i kórház irányába, van orvos utánpótlás, és jól működik a kórház. A 13 év alatt nagyon sok mindent elértünk, látszik, hogy szépült, épült, technikai ellátottságban, röntgen, CT, MR és egyéb dologban nagyon-nagyon magas színvonalra elértünk. Most már gyermekszületés számba messze csúcsokon döntögetünk, minden évben folyamatosan nő az a bizalom, amivel dolgozunk. Jók az orvosaink, jók a baleseti sebészetünk, de minden osztályt fel tudnék itt sorolni. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és örömmel küzdök értük, ez a jövőben is így lesz, ígérem. És hát maga a bán is magas színvonal, a kórház is magas színvonal, helyén vagyunk. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet és az Albert Schweitzer Alapítvány 11. jótékonysági báján ismét megmutatkozott az összefogás ereje,
mely hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény még színvonalasabb szolgáltatásokat tudjon biztosítani a jövőben mindannyiunk számára.